Szép estét kívánok, köszöntöm a turisztikai magazin nézőit. Ma esti vendégem Koszti András, Velence polgármestere. Tisztelettel köszöntöm. És tisztelettel köszöntöm. Nagyon fontos pillanat, minden az esztendőben minden egyes nap. Egy olyan város számára, amely áldott bizonyos értelemben, viszont ezt az áldást, amelyet a Velencei tó adott, ezt ki kell használni. Tehát, és most egy frekventált időszakban vagyunk, amikor nagyon fontos, hogy miként épül, szépül a település egyik oldalról, melyek azok a turista vonzó látványosságok, amelyekkel bővül, hogyan sikerül ezt pénzben kifejezni, hogyan sikerül a hátteret megteremteni a fejlődéshez. Tehát kezdjük azzal, hiszen mi magunk is ott jártunk, hogy végre felépült a gyönyörűséges kilátó, azt hiszem, hogy csodájára járnak Magyarországon. Igen, igen, köszönöm szépen ezt a nagyon szép felvezetést. Én azt hiszem, hogy egy kicsit vissza kell mennem 14-ig, hiszen akkor kerültem ebbe a pozícióba, és akkor volt az az elképzelésünk, hogy Velencét vissza kell vezetni, illetve a Velencei tavat vissza kell vezetni a turisztikai térképen az őt illető helyre, és az akkori koncepciónk már talán beérett, vagy jó irányba tartunk, hiszen ma azt gondolom, hogy méltán foglaljuk el az országban a 24. helyet a tekintetben, hogy a legtöbb vendég éjszaka rangsorában. Ez szerintem egy kiváló eredmény, Fejér megyében az elsők vagyunk, a tavalyi évben, vagy a tavaly előtti évben is hasonlóan teljesítettünk, és ennek a fő gondolatmenete az volt, hogy mind kulturális, mind pedig sporteseményekkel töltjük meg ezt a csodálatos adottsággal bíró települést. És ebbe az irányba mentünk el, és ennek az egyik része valóban a március 20-án átadott Bencehegyi kilátó. Igen, mert hogy eddig fölmentünk a Bencehegyre, és letámaszkodtunk a betonperemre, és utána elmentünk. Vagy elmentünk adott esetben evezős versenyre, kajakkenu versenyekre. Komoly program, tehát összefogott komoly programok nem voltak. Adott esetben elmentünk egy-egy koncertre, aztán előfordult az, hogy volt valamilyen rendezvény, de most már ott a Korzó, tehát egy kulturális szabadidőközpontnak is tökéletesen megfelel, és azzal mondom én, hogy a Velencei tó teljes egészében megújult, tehát a partszakaszok is megújulnak. Azt hiszem, hogy olyan koncepciók születtek, amelyeknek javára szolgál Velencének is. Abszolút, egy olyan folyamat indult el, ugye azt szokták mondani, hogy a pénz vonza a pénzt. Én azt gondolom, hogy ha az elismerés vonza az elismerést, tehát itt is olyan visszhangokkal mennek el, hál' Istennek tőlünk meggyőződésem szerint az ide látogatók, hogy az egy újabb ötletet generál valakinek a fejében, és most már nem csak az aktív kikapcsolódás keresők jönnek ide, hanem hála Istennek megtaláltak minket a versenysportolók is. Elég csak megemlítenem a tavalyi U23-as Európa-bajnokságot, ami meggyőződésem szerint rendkívül jól sikerült, vagy a következő évben megrendezésre kerül a Masters VB-t, de ehhez mind kellenek ezek az apró lépések, mert valóban, ahogy megépült a Bencehegyi kilátó, ez egy hiánypótló beruházás volt szerintem, és ez látszik is abból a forgalomból, amit mondjuk ez alatt a rövid idő alatt több mint 10 000-en váltottak belépőt, és nézték meg olyan magasból. A Korzó megléte is egy óriási lépcsőfok volt. Én azt gondolom, hogy egy tó környéket mindenképpen jellemez és meghatároz a minőség. Tehát ma már önmagában a víz bármilyen jó állapotban van, az kevés. Igen, bár megjegyzem itt zárójelben, hogy az összes strandunk a kiváló vízminősítést kapta meg az idejében is, de valóban nagyon, nagyon fontos és kulcs szerepe van a Velence Korzónak abban, hogy ismét nagyon népszerű a Velence, illetve a Velencei tó valóban, de hogy az elején fogalmazott, nagyon fontos az, hogy ezeket olyan programokkal töltsük meg, amelyek miatt az emberek kimozdulnak, és hál' Istennek ma elmondhatjuk, hogy tudunk annyit újítani, tudunk olyan ötletekkel előállni, és nyilván ez annak köszönhető, hogy megfelelő szakemberekkel vesszük körbe magunkat, hogy ide jönnek az ország több pontjáról is, elég ha csak mondjuk a Velencei Karneváról
teszek említést, ahol télvíz idején itt több mint 10 000 embert ide tudunk csábítani. Persze ehhez kell Fehérváron a szabad színházasok közreműködése. Természetes. A 60 éves szabad színház, dicsérjük meg őket, hiszen most a jubileumot őrjük 2018-ban. Mi mindent kell tenni városvezetőként önnek és munkatársainak ahhoz, hogy a hétköznapokon, hogy egy teljes szezon, és a szezonon túl is ünnep lehessen. Ugyanis én azt tartom, hogy a nyár minden egyes napja egy olyan üdülőhelyen, mint Velence, ünnep kell, hogy legyen. Hát a legfontosabb az, hogy elfogadtassuk az ide látogató turistákat a velencei lakossággal, és a turistákkal pedig megértessük, hogy el kell fogadniuk, hogy itt bizonyos szabályok vannak, tehát hogy az együttlét, az együttélés szabályait. Én azt gondolom, hogy ez most arra sikerült, és valóban nagyon nagy a tömeg. Tehát mi azt gondoljuk, hogy egy 6000, közel 6300 lakossal bíró településen, amikor nyáron átlagosan vagyunk 20 000-en, és a célkitűzésünk az volt, hogy ez ne egy-egy napra összpontosuljon csak, és akkor esetleg 30 000-en legyünk, hanem hogy több időt töltsenek itt az emberek, és ma azt látjuk, hogy akár ha most lemennénk a strandjainkra, most is teltház van, pedig hétköznap van, pedig napközbeni időszakot nézünk, nem a délután, és mégis tele vagyunk. Ez nyilván azt mutatja, hogy sikeresen végeztük azt a munkát, amely mondjuk a parkolási koncepciónk bevezetése, ugye ez egy elég nehezen ment át, és elég nehezen szokták meg az emberek, hogy vannak szabályok, vannak strandok, ahol fizetni kell, vannak strandok, ahol nem kell fizetni, de mára megismertek minket. Most arra kiderült, hogy azok a rendezvények, amiket szervezünk oda, valószínűleg érdemes lejönni, mert ha a korábbi példákat vesszük, azok mind úgy zárultak, hogy eredményes volt, jó szájízzel mentek el az emberek, megkapták azt az adott rendezvénytől, amire számítottak. Ráadásul nagyon jellemző ránk, hogy nem, és most például a halászléfőző verseny jut eszembe, tehát nem egy 82. halászléfőző versenyt hirdetünk meg Velencére is, ami ugyanaz lenne, mint bárhol az országban, csak ez a velencei tó partján lenne, hanem próbálunk olyan rendezvényeket kitalálni, megszervezni, ami még nincs. És szerintem ilyen ez a Nemzeti Vágta is, Fejér megyében. Igen. Nem volt még. Megérkeztünk. Egyébként visszatérve egy pillanatra a strandhoz, a kollégáim az elmúlt időszakban a Magyar Televízió felkérésére immáron 10-szer, ma is voltak például, 10-szer néznek körül, mert hogy a Korzó, illetve a velencei strandok frekventált helyen vannak, kiemelkedő minőségű a víz, ahogy ön is említette az imént, nagyon jó az ellátottság, és nem véletlen, hogy azért Székesfehérvár és Pest között középen lenni jó, mondom én, tehát jó velenceinek lenni. Említette a Nemzeti Vágtát. Nos, 2008-ban, amikor először volt, tehát 10 esztendeje, Geszti Péter nagyot húzott ezzel, gondolom ebben egyetérthetünk. Maximális. És amikor megnéztük, hát igen, ez a rendezvénysorozat fantasztikus, hiszen ez egy olyan országimázs rendezvény, amely páratlan. A Hősök terével viszont tudni kell, hogy ha valaki el szeretne jutni a Hősök terére, nyilván ahhoz teljesítmény kell, ló és lovas, akkor kellenek selejtezők is, és most valami egészen újba vágtak bele, én azt gondolom, hogy nagyon helyesen tették, hogy a Nemzeti Vágtának Velence is teret, helyet és szerepet ad. Így van, körülbelül másfél évvel ezelőtt merült fel ez a gondolat, és először már tavaly meg szerettük volna szervezni ezt az eseményt, de akkor különböző külső okok jelentek meg, ami azt mondatta velünk, hogy toljuk el egy évvel. Azt tudni kell rólam, hogy a biztonság az nagyon fontos szerepet tölt be a gondolkodásomba, és gyakorlatilag a Nemzeti Vágta egy nagyon veszélyes üzem, hogyha fogalmazhatok így, és a versenysport igazgatója mondja nekem mindig, hogy amivel hál' Istennek egyetértünk, hogy a legfontosabb a néző. Tehát, hogy minden más csak azután jön. Egyébként érdekességképpen elmondhatom, hogy a második helyen a ló van, és csak a harmadik helyen van a lovas. Tehát úgy kell megszerveznünk ezt az eseményt, hogy mi ezt nem csak egyszer akarjuk, hanem most akarjuk letenni az alapjait. Nyilván ehhez segítségünkre állnak szakemberek, segítségünkre áll a Nemzeti Vágta csapata,
de mégiscsak helyi adottságok vannak, tehát hogy egy kicsit ezt bele kell vinnünk. Például fölmerült az, hogy ilyen szép helyen nincsen nemzeti vágtafutam, hiszen a háttérnek a díszletét azt a Velencei tó, a Vencehegy fogja adni, vagy a Pákozdi rész, majd ezt meglátjuk, hogy ki honnan nézi ezt a futamot, de azt gondolom, hogy mindenképpen különleges lesz a helyszín, és itt nyilván nem csak a futamokról lesz szó, ami nagyon fontos a Velencei vágtából, hogy a választókerületünk országgyűlési képviselője, Teszeri Zoltán azonnal az esemény mellé állt, és ő lesz a fővédnöke, valamint dr. Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlési elnöke is szintén támogatott minket ebben a szervezésben. Egy ilyen rendezvényhez, ugye ez beépült teljes egészében a magyar kulturális és sport életbe, kell egy csapat. És azt gondolom, hogy a friss, fiatalos erő azért addig rendben van, de kell rutin. Hogyan lehet ezt a csapatot összehozni úgy, hogy a hagyományoknak méltó legyen egyik oldalról, tehát mindenféle értelemben mondom ezt, a másik oldalon pedig olyan friss, amit egy vadonatúj rendezvény megkíván. Igen, mi is azzal kezdtük, mert ugye mindig kell egy csapat, ezt már nagyon régen megtanultuk, és nekünk van egy nagyon jó TDM-ünk, azt gondolom, hogy magával az esemény megszervezésével kapcsolatban ők már többször letették a névjegyüket, én nem döntöttem most sem másként, hanem úgy, hogy őket bízzuk meg ezzel. Aztán van egy önáltal is jól ismert marketingesünk, vagy sajtósunk, ugye a Mátai Balázs személyében, akire meg rábíztuk az egész megjelenést, reklám, tehát hogy minden, ami azzal kapcsolatban van, hogy ezt minél több helyre eljusson, és minél többen megtudják. Aztán van a versenynek egy versenyigazgatója, ugye ő Bendes Csaba, aki meg át tudja adni azt a know-how-t, ami 2008 óta gyakorlatilag nemzeti vágtánál kialakult, és ő mindenben partner, hiszen neki legalább annyira érdeke, hogy az a verseny jól sikerüljön, mint nekünk. Illetve van egy negyedik szereplő, aki szintén kulcsfontossággal bír, ő pedig Pásztor József, ő lesz a szakmai vezetője a magának az eseménynek. És nyilván itt mi betartjuk a szabályokat, nagyon ügyelünk a biztonságra, de ettől még ennek az egész eseménynek szórakoztatónak kell lenni. Igen. Tehát, hogy nem elég, hogy nemzeti vágta előfutam lesz, hanem tehát a többi időt is ki kell töltenünk, ez nagyságrendileg egy félnapos program, amiről beszélünk, délben nyitjuk a kapukat, és gyakorlatilag éjfélre be is fogjuk zárni, de lesz itt különböző lovas bemutató, felnőtt gyerek szinten, aztán lesz díjugratás, íjász bemutató, fogathajtás, nyilván kirakodóvásár, itt lesznek az 1985-ös UEFA kupa döntős csapat kulcsjátékosai, akik fogatos versenyben fognak érdeklődésre várom Csongiékat, Szabó Józsit és a többi fiút. No, viszont amikor arról beszélünk nyilván, hogy a protokoll fontos, tehát ön is azt mondta, hogy azért a köznépnek, tehát nekünk, a polgároknak készül ez, tehát elsősorban. Hogy választottak helyszínt? Hát a helyszín az egy nagyon fontos része ennek, és első körben kiválasztottuk a Velencei, mindenki csak úgy ismeri, hogy Sárkányosrét. Ez egy közvetlen vízparti terület, ami az önkormányzat tulajdonában van, de minket is meglepett, hogy megvan a pálya mérete határozva, hogy mi, ugyanúgy, mint egy futballpályánál, hogy mi a legkisebb és mi a legnagyobb. Na most sajnos kiderült, hogy a legkisebb méret sem fér el ezen a pályán úgy, hogy kellő biztonságot tudjunk nyújtani az ide érkezőknek, úgyhogy új helyszínt kellett keresni, és ezért átkerültünk a Velence északi részére, arra a területre, ahol a például az EFOT szokott Igen. lenni, arra a területre, és éppen a mostani percekben is folyik egyébként még az egyeztetés Sukoró település vezetőivel, hogy
egy kicsit még oda is átlóg a pálya. Tehát ez egy akkora pálya, egy akkora, tehát 70 méteresnek kell lenni minimum az egyenes szakasznak. Megvan, hogy milyen ívű lehet ez az ovális pálya, és megvan, hogy milyen szélesnek kell lenni. Tehát, hogy nagyon sok szabály van, aminek meg kell felelni, és máshol nem tudtuk elhelyezni. Persze törekedni kellett arra, hogy a háttér továbbra is a Velencei tó lehessen, de én azt gondolom, hogy ez lesz a végleges. Hiszen ez az alap. Kik jelentkezhetnek erre a selejtezőre, és ez nagyon-nagyon fontos. Ez egy nívós rendezvény mindenképpen, sportszakmai szempontból is. Tehát a játéknak ez nem a játékhelye. Ez nem a játékhelye. Ez egy veszélyes üzem, ahogy korábban is fogalmaztam. Nyilván a jelentkezők kettő ilyen téren mi nem tudjuk megítélni. Tehát bárki beadhatja a jelentkezését, aki kellő erőt érez magában, hogy ezt a feladatot végrehajtsa. De a verseny előtti percekben a versenyigazgató fog dönteni arról, hogy ténylegesen ki az, aki elindulhat. Tehát nevezni, szinte azt mondom, hogy bárki nevezhet, de az, hogy ténylegesen ki fog elindulni a velencei vágta előfutamán, ezt közvetlenül a verseny előtt, akár néhány perccel, vagy talán egy órával a versenyigazgató fogja eldönteni. Az ön munkatársát, Mátai Balást kérdeztem, hogy ugye titokként kezeljük avagy sem, hiszen frekventált indulók jelezték a részvételüket. Azt hiszem, hogy ez már önmagában megadja a rangját, hiszen a Nemzeti Vágta egyik egészen nagy ember, egy kiválóság is úgy döntött, hogy önöknél indul. Így van. Több rangos indulónk is van. Én nem szeretnék senkit elriasztani, de ugyanakkor ez egy kihívás is lehet, hogy vajon egy korábbi bajnokkal itt helyben mi hogyan tudjuk fölvenni a versenyt, vagy hogy egy korábbi bajnok vajon majd mit fog szólni ahhoz a szervezéshez, amit mi itt összeraktunk, vagy egy korábbi bajnok mit fog ahhoz a pályához szólni, amit mi itt összeraktunk. Tehát ez több szempontból és több irányból is érdekes lehet, akár a mi számunkra is, mint szervezők, akár pedig a többi induló számára is. Én abba bízom, hogy azért egy 8-10 indulót mindenképpen sikerül elindítani. Remélem, hogy lesz ennyi nevező. Mi bízunk benne, hogy bejelentkeznek olyan települések is hozzánk, akik nem terveznek lovas indulót, de mondjuk befizetnék ezt a díjat, és cserébe akár ők maguk, vagy akár az általuk támogatott személyek, akik akár a településen eddig szponzoráltak, hogy őket tudnák olyan helyzetbe hozni, hogy egy ilyen VIP sarokban, vagy egy VIP részen exkluzív körülmények között tudnák ezt a versenyt végignézni. Hát érdeklődéssel várjuk, hogy ki lesz a bokréta majd a Hősök terén, a győztes ló trófeája. Egyébként az eseményt csak így röviden elmondom, mert kigyűjtöttem itt, hogy ki mindenkinek ajánlták az első 10 évben. Először ugye Mátyás király, aztán 48-as forradalom és szabadságharc, aztán Károlyi István, a Károlyi huszárezred alapítója, a legvitézebb huszár, Simonyi Óbester, Skultéti László, Kis Sándor, Székely huszárezredes, úgyhogy ez egy olyan rangú rendezvény, hogy erre mondaná Eperjes Károly, Szamóca barátom, hogy Uram Isten. No de, mi lesz még a nyáron, hiszen azt hiszem, hogy bővelkedik a tópart rendezvényekben ezen túl. Igen, az elején azzal kezdtük, hogy nagyon fontos, hogy éljünk azzal az adottsággal, ami nekünk van, és én azt gondolom, hogy a 21. században nagyon fontos a minőségi rendezvény. Mi erre törekszünk, és az aktív kikapcsolódás mellett, ahogy mondtam, megjelent a versenysport is. Az idén is helyszíne leszünk a Tour de Hongrie naptárának. A második szakasz fog tőlünk indulni, és a befutó pedig Székesfehérvár lesz, már a helyszín. Aztán ezen kívül számtalan kerékpáros verseny lesz, ami nem ekkora érdeklődése tart talán számot, mint a Tour de Hongrie, és nem fogja talán annyi tévé közvetíteni, de a korábbi évekből kiindulva itt is 1000 fő fölött lesz bőven az indulók száma. Lesz Ironman verseny, lesznek ugyanúgy a színházi előadásaink, ahogy korábban is voltak. Ugye fejlesztjük a kerekpárút hálózatunkat, úgyhogy ennek köszönhetően szerintem
pihenni, kikapcsolódni vágyók is egyre többen fognak jönni, hiszen ez a szakaszpont ki fogja váltani a korzót, ami ma, főleg a nyári időszakban komoly nehézséget okoz. Aztán most például a hétvégén egy olyan programunk lesz, ami gyereknapon kellett volna, hogy megtartsunk, de sajnos az időjárás közbeszólt, és ezért az esőnap az most szombaton lesz, ez pedig a Babák Rózsakertje programunk, amiről csak azért mondanék néhány szót, mert nem nagyon tapasztaltam még ezt, nem nagyon hallottam máshol. Itt minden újszülött gyermek szülei föl vannak keresve, és föl van nekik kínálva egy olyan lehetőség, hogy együtt ültessünk el egy rózsát a Babák Rózsakertjében. Az idén 72 gyermekkel fogunk közösen rózsát ültetni. Itt az önkormányzat veszi ezeket a kiváló minőségű rózsatöveket, és a parkban lévő pergolára kerül föl még a gyermekek neve és születési dátuma. Itt természetesen ilyenkor ezen a napon minden a gyermekekről szól, tehát a színpadon az óvodásaink, iskolásaink tartanak előadásokat, hozzájuk szóló előadások vannak, még különböző fellépékkel, táncműsorok, és minden más kiegészítő programokkal, ami a gyerek szemnek, szájnak ingere. Csoda pillanatok lesznek, nincs kétségem felőle. Polgármester úr, köszönöm szépen. Egyrészt, kedves nézőink, önöknek ígérem, hogy természetesen beszámolunk a Nemzeti Vágta történéseiről, ugyanis felhívom figyelmüket, hogy érdeklődjenek, figyeljék az időpontokat, hiszen érdemes lesz Velencére ellátogatni, ha pedig majd ezt megteszik, akkor vigyék el gyermekeiket, édesanyjukat, édesapjukat, családi programnak is kiváló és nagyszerű. Én pedig köszönöm szépen, polgármester úr, hogy megtisztelt, és sok erőt, egészséget kívánok ehhez a fajsúlyos programsorozathoz. Lesz dolguk bőven, nincs kétségem felőle. Én köszönöm a lehetőséget, és várjuk a további kihívást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, Koszti András volt a vendégem, Velence polgármestere, még pedig azért, hogy megbeszéljük, hogy mi minden történik a Velencei tó partján ezekben a hetekben, hónapokban, a következő időszakban. Azt hiszem, hogy ez a programajánló méltó volt ahhoz, amit ők elterveztek, és minden valószínűség szerint meg is valósítanak, ahogy eddig. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!